professzor miért fontosak a magyar-mongol kapcsolatok a magyarság kutatás szempontjából olyannyira, hogy nemrégiben a mongol nagykövet is találkozott? Valóban így van. Viszonoztuk a mongol nagykövet látogatását a Magyarság Intézetben, és egy nagyon kellemes találkozó volt a mongol nagykövetségen. Excellenciás úrral végig tekintettük a történelem idevágó fejezeteit, mivel most már archeogenetikai bizonyítékaink vannak arra, hogy a prészkíták, szkíták, ásiai hunok, európai hunok, avarok, magyarok között etnikai rokonság áll fenn. Az ásiai hunbirodalom kialakulásának egyik centruma a jelenlegi Mongólia területe volt, tehát a Mongóliában lezajló, de húnokra vonatkozó régészeti feltárások, a leleteknek az értékelése, illetve a csontokból nyert genetikai minták vizsgálata a magyar őstörténet szempontjából rendkívül lényeges. A Magyar Intézet részt vett mongoliai kutatásokba, és megemlíteném, hogy Makoldi Miklós, a régéscsoport tagjaként részese lett annak, hogy a világ legrégebbi öntött vas üstjének a feltárását végezhették. Ez egy hónüst. Az idők folyamán, 2000 évről beszélünk, az öntött vas üst megsérült, és a magyar kézművesség van felkészülve arra, hogy ezt helyreállítsa. Ez a munka megtörtént, és Excellenciás úrral azt beszéltük meg, hogy megfelelő körülmények között egy sajtótájékoztató keretében adjuk vissza Mongóliának ezt a világ örökség részét képező kulturális kincset. Én legalábbis annak tartom. Ezen túl megbeszéltük azt, hogy a Magyarság Kutató Intézet a Mongol Tudományos Akadémiával folytatja az elkezdett munkát, sőt, amennyiben erre mód és lehetőség van, a tevékenységet kiszélesítjük. A mongolok köztudatában is él az, hogy mi erősen rokon népek vagyunk? Igen, és a mongol történetírás lényegesen reálisabban kezeli a tatárjárás körülményeit. A mongoliai általános iskolákban úgy tanítják, hogy a mongol expanzió, amely több kontinensre terjed ki, feltartóztathatatlanul, az tulajdonképpen Magyarországon tört meg, és húzódott vissza a keleti szepék irányában. És ez tényszerűen így van, mert ugyan a magyarság jelentős veszteségeket szenvedett el 1241-ben, de a tatárok 8 hónapig nem tudtak átkelni a Dunán. Azok a tatárseregek, seregek, amik a Sárga folyón, a Jáncsén, a Volgán, a Dónon, tehát mindenen átkeltek, semmi nem tartóztatta fel őket, a Duna mögötti intakt módon megmaradt és jól vezetett magyar sereg feltartóztatta. Azt tanították nekünk az iskolában, hogy Bató elhagyta az országot, mert a nagykán választás következett. Pontosan. Igen, azt nem tanították, hogy majd csak 6-7 év múlva. A, kivon, a mongol kivonulás igazi oka az volt, hogy nem tudták a magyar fegyveres ellenállást felszámolni, utánpótlási nehézségeik voltak, tehát a háborút logisztikailag nem tudták folytatni. Megismételték 1285-ben, ahol be se tudtak a kárpát gerincen belülre kerülni, és véglegesen megtört a mongol ambíciókat 1345-ben Lackfi nagy Lajos székely ispánja, aki egyszer és mindenkorra lezárta a magyarországi tatárjárásokat. Betörések persze voltak, de ez más kategória. Nagyon érdekes, mert annak idején 1241-ben, ami tanulmányainkban véget ért, az akkori tatárinvázió. Az írott források alapján fogalmazták meg a régebbi véleményeket. Rogériusz egy foglyulejtett pap szerzetes leírása úgy szól, hogy Bató és Szübütei a mohi fölött a síkon beszélgetnek, és azt mondja a a vezérkari főnök, hogy a magyarok, mint a birkák egy akolba zárták magukat. Ugye a kérdés az, hogy honnan tudta Rogérius, hogy mit beszélt a mongol sereg főparastoka és a vezére a mohi fölött a síkon. A másik forrás Palatói Tamás volt, aki egy horvát írás tudó volt, lényegesen később. Feldolgozva a mongoliai adatokat, meg sok korabeli forrást, amit az előbb mondtam nagyon röviden, körülbelül ez volt a tatárjárás lezárásával a helyzet. A költővel szólva rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi dolgunk, és nem is kevés. A kérdés arra vonatkozik, hogy vajon a történeti kutatások megingathatatlan eredményei, tehát amikor már nem a hipotézisek kutatásánál tartunk, ez elősegítheti-e a népek közeledését, olyan népekét, amelyek más régebbi történelmi korokban szemben álltak egymással? Természetesen ez így van. Tehát most nem akarok arra hivatkozni, hogy az igazság szabaddá tesz. Második János pápába, de megelőzően ez a gondolat Krisztus gondolata. De kétségkívül belátható módon, ha az igazság alapján állunk, és az indokokat is ö, hamisítatlan módon értelmezhetjük és megértjük, akkor a népek közötti kiegyenlítés, a vélemények megosztása, megértése az lehetséges. Nagyon sok példa van rá a történelemben. A Magyar Intézet jó voltából ezek szerint a hunüst visszakerült méltó helyére, amihez gratulálok. Köszönjük szépen, én pedig köszönöm az érintett kutatók nevében Neparácz Kendra genetikai vizsgálatokat végzi, Makoldi Miklós pedig ténylegesen ott állt a gödör szélén, amikor meglátta a hunüstöt. Köszönöm szépen!